Az Ilonafalvi Kálmántanyán is ebben az időszakban ellenek a birkák. Bárányból van bőven az idén is. A húst hazai vágóhidakon értékesítik leginkább, viszont a felvásárlási árak elég gyéren alakulnak. A bárányoknak hát most volt az a 380-420 dinárig volt a báránya, de most egy kicsit is úgy veszik észre, hogy még van torpanva. Hát a birkának meg hát az a vágóára az a 140-50 dinár. Ott a jót el lehet annyi, így kicsibe, nagyban meg hát ott az euró körül minden régen. A tavalyi aszály miatt az állattenyésztők is nehéz helyzetbe kerültek. Az állatoknak szánt takarmány mennyiségre és minőségre sem kielégítő. Kálmánék is az előző évekből megmaradt takarmánnyal tudták pótolni a hiányt. A tavalyi év abszolút olyan év, hogy ezt sosem tudjuk talán elfelejteni. Annyira hitvány termést vettünk le, hogy a kukoricák szinte semmit nem termettek. Jó, annyiban azt bírtuk menteni, hogy csináltunk silót belőle, hogy a jószágnak legalább takarmá. Hát meg se céna, se here. A birka és bárányhús iránt még van érteklődés, viszont a birkatej és az abból készült tejtermékek iránt minimális, míg a gyapjú iránt szinte egyáltalán nincs kereslet.